Pénteken délután 4-től éjfélig és szombaton délelőtt 10-től éjfélig hirdették meg a sztrájkot a Tesco Global munkatársai. A kereskedelmi dolgozók független szakszervezetének vezetője a vasárnapi boltzár idején is keményen fellépett a dolgozók védelmében. Zsuzsó, vasárnap szeretnék vásárolni. Hú, már itt mi elkezdtünk beszélgetni, de egyébként szeretettel köszöntöm Bubenko Csabát, a KDFS elnökét, és Hoványi Zsoltot, aki meg most már a sztrájkbizottságnak az elnöke. Itt nemrég voltak a vendégeim, ugye egy két nappal ezelőtt. Rosszul mondtam? Ezt pontosítsuk, az elnök úr továbbra is az elnöke. A sztrájkbizottság tagja. Az első pillanat. Tagja. Jó, rendben van, akkor rosszul volt ez nekem felírva. Jó estét kívánok. Na, ma 4 órától már tart a sztrájk. Így van, a teljes országban. A teljes országban. Így van. Így van. Ez mit jelent pontosan? Több száz munkavállaló, több tucat áruház, több olyan áruház is van, aki hála Isten bezárt, nem szolgálják ki a vásárlókat, nincs nyitva a kapu, nincs pénztár sem. Pedig azt mondták, hogy a bezárás az nem opció, tehát nem lehet bezárni és nem felvenni a munkát. Van az az opció, hogy bezár, tehát elér egy olyan lehetetlen működést, most ha a dolgozók teljes 100%-a beleáll, akkor nincs más kérdés, akkor be kell zárni. Mik az első tapasztalatok egyébként, tehát azon kívül, hogy akkor ma délután 4 óta gyakorlatilag önök sikerként könyvelik el a sztrájkot? Hát ez mindenképpen siker, hogy ilyen sok munkavállaló beleállt ebbe a sztrájkba. Gyakorlatilag már maga a Tesco Global Áruházak ZRT is nem azt száfolja, hogy zárja be az áruházakat, hanem arra próbált száfolatot tenni, hogy a sajtóban megjelent információk alapján kevesebb áruház zárt be, mint ami mondjuk megjelent a sajtóba, ez önmagában már egy elég érdekes kommunikáció, tehát azt nem tudja cáfolni. Folyamatosan azt az információt kapjuk a kollégáktól, hogy gyakorlatilag ahogy telik az idő, úgy lehetetlen el a kiszolgálás. Úgyhogy ez még adott volna egy esélyt. Ön azt mondta, hogy lehetőség van még arra, hogy megegyezzenek. Ezek szerint akkor nem vezetett semmire? A 6. tárgyalás ugye 6. Azóta gyakorlatilag semmilyen ajánlatot nem kaptunk. Mi szerdán a két sztrájkbizottság, és itt igaz, hogy nincs jelen, de meg kell említeni, mert a korrektséghez ez hozzátartozik, hogy a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetével együtt közösen, és a Karsai Zoltán a szakszervezeti SZB titkár, aki maga is velem együtt, illetve a Zsolttal Tesco alkalmazottként állt ki az ügy mellett. Tehát ez ilyen szempontból egy közös akció. Gyakorlatilag küldtünk egy hivatalos levelet, hogy ezt a... De nem úgy volt, hogy leülnek tárgyalni? 11-én, hétfőn. Ja. De azt gondoltuk, hogy mivel telik az idő, és semmilyen reagáció nem volt a munkáltató részéről, hiszen bármikor ezt megteheti. A szerdai levél az gyakorlatilag pont arról szólt, hogy egy üzenet volt, hogy nem tudjuk elfogadni azt a javaslatot, amit mondtak, és ezt azért tettük meg, hogy közöljük a munkáltatóval azt is, hogy a tagságunkat, a munkavállalókat megkérdeztük a témával kapcsolatban, és nem változott az álláspont. És gyakorlatilag azt jelentette a kialakult helyzet, hogy mindenképpen ezt meg kellett hozni ezt a döntést, hiszen a munkavállalók azt kérték tőlünk, és olyan üzeneteket kaptunk, hogy a sztrájkot szervezzük meg, és egy olyan helyzetkép alakult ki, amit a szakszervezetek, a sztrájkbizottság nem vállalhatott fel, hiszen a munkavállalók azt mondták, mintha cinkosa lenne a szakszervezet a munkáltatónak az időhúzásban, és ez egy olyan helyzetet teremthetett volna, hogy a sztrájk hangulat gyakorlatilag alább hagy. Milyen most a sztrájk hangulat, hogyha itt tartunk? Gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egész országban a munkavállalók megmozdultak, ami egy történelmi helyzet, mert Magyarországon az elmúlt 27 évben multinacionális vállalatnál, illetve a versenyszférában nem állami által foglalkoztatott munkavállalók esetében ilyen mértékű megmozdulás még nem volt. Mert volt vasutasztrájk, vagy BKV-sztrájk, de tudjuk, hogy ott önkormányzat vagy állami alkalmazottak voltak, tehát a versenyszférában ekkora megmozdulás még nem volt, ami ilyen szinten országos. Most azt kérdezem, hogy délután 4 óta nagyjából milyen ilyen hangulati jelentést tud nekünk adni, akkor mit mondanak? Hát ez borzasztó vegyes. Én itt szeretném megragadni ezt az alkalmat is, hogy megköszönjem az összes munkavállalónak azt a pozitív hozzáállást, és remélem, hogy egyes sztrájkban résztvevő áruházakban, ahol most tévé is van, és minket néznek, felfogják azt, hogy ez mekkora példaértékű tett volt tőlük. Nagyon sokan álltak bele, nagyon büszkék vagyunk rájuk.
az, amit tettek, hogy nem félnek és mernek tenni azért, hogy jobb legyen nekik a körülményük és a fizetés, vagy csak az egésznek a mi voltjáért. Én nagyon hálás vagyok érte, nagyon pozitívak a visszajelzések. Vannak áruházak, hogy említettem, 75-99-100%-a állt bele. Ma ugye éjfélig tart a sztrájk. Tehát ezt le kell szögezni, hogy akik éjszakás munkavállalók lesznek, azok... Éjfélig el fogják tudni érni azt, amit szeretnének ön szerint? Hát ha ma nem érjük el, holnap 10-től folytatjuk. Tehát holnap délelőtt 10-től éjfélig ismét országos sztrájk lesz. Úgyhogy bízunk benne, hogy elérjük. Nagyon-nagyon-nagyon remélem, mert nem gondoltam, megmondom őszintén, hogy ennek ekkora sikere lesz. Hát, hogyha sikerként lehet elkönyvelni azt, hogy egyébként még nem érkezett válasz mindazokra a követelésekre. Nem a válasz, hanem hogy kimernek állni magukért. Most nem a cég oldalát nézzük, hanem azt, hogy fölálltak, összefogtak, tettek azért, hogy történjen valami. És itt hál' Isten nem 10 meg 20 emberről beszélünk, hanem több száz Tesco dolgozóról. Ön szerint a vásárlók részéről milyen a visszajelzés? Voltak olyanok, ahol történtek atrocitások. Vagy a vásárlók között a hosszú sorbanállás miatt, vagy a vásárló támadt rá a dolgozóra, aki nem maradt és nem sztrájkolt. Itt minden esetben rendőrségi segítségre volt szükség. Hál' Isten senki nem sérült, meg mindenki jól van. Én kérem azt a vásárlóktól is, hogy álljanak mellénk és támogassák azt, amit csinálunk, hiszen nap mint nap látják, hogy milyen helyzet van az áruházban. Jó, tehát akkor 11-én folytatódik a dolog, ön szerint így föl lehetett hívni erre a figyelmet, hogy van erejük? Én azt gondolom, hogyha egy munkáltató már azt kommunikálja, hogy kevesebb áruházat zár be, mint ami a sajtóban megjelent, az önmagában egy tragédia, hiszen az én megítélésem szerint nem szabad lett volna, hogy eljusson ide ez a helyzet, és azt gondolom, hogy a vásárlóknak picit, is... Picit kompromisszumra lennének képesek? Tehát a kompromisszum... Nem irreálisan magasak-e a kérések? Hát nézze, gyakorlatilag a bruttó jövedelem a kérésünk szerint nem éri el, vagy közel a 200 ezer forintot éri el, azért nettóban ilyen 130-140 ezer forintos nettó jövedelem, akkor fölteszem a kérdést, ez irreális követelés? Az irreális követelés, hogy ne három ember munkáját végezze egy az ember? Irreális, azzal kapcsolatban volt kérdés tőlem, hogy a munkáltató irreálisnak gondolja el. Hát, hogy ő mit gondol, az egy másik dolog, de jelen helyzetben ez a fizetés sem mondanám versenyképes fizetésnek. Jóval a fölött van mondjuk, amit más pozícióban, más munkáján lehet keresni, de azt gondolom, hogy a 200 ezer bruttó is messze van az európai szinttől, messze van attól, amit más környező országokban keresnek. Magyarországon legalább egy árufeltöltőnek pénztárosnak 200 nettót kéne keresni ahhoz, hogy abban a hónapban tényleg ki tudjon fizetni mindent, és megélhessen a családjába. Tehát ez a pénz is még az, amit szerintem nagyon meg kell gondolniuk, hogy mire költsenek, és hogy osszák be. Én nem gondolom azt, hogy ez irreális lenne ez a két kérés, mint a létszám, mint a bér. Hogy erről a munkáltató mit gondolat, ez már csak az ő dolga. Tehát akkor ma éjfélig tart a sztrájk, hogyha nem sikerül választ kapniuk, ezek szerint, de várják írásban, telefonon, hogyan? Hát várjuk. Bárhogyan. Tehát mi nyitottak vagyunk az egyeztetésre, épp a Korsai Zoltán kollégámmal egyeztettem. Ő irányába sem történt semmilyen megkeresés, az én irányomból sem. A két sztrájkbizottság elnökét nem keresték. A munkáltató részéről mi nyitottak vagyunk az egyeztetésre, de hát azt nem tudjuk elfogadni, hogy a munkáltató egyértelműen kijelentette, hogy ebben az évben már béremelést nem tervez, tehát ez tényközlés volt. A másik pedig az, hogy azt is tényként közölte, hogy az áruházban dolgozó munkavállalók létszáma az megfelelő. Igaz, hogy vannak fennakadások, de ennek az okát a munkaszervezésben, az ott dolgozó vezetőknek a nem jó munkaidőbeosztásában, illetve egyéb technikai szoftverek, akár a kasszason és egyéb dolgoknak a hibájában látja, amire azt mondta, hogy tesznek megfelelő intézkedéseket. Mi ezt azért nem tudjuk elfogadni, mi határozottan azt állítjuk, hogy igenis a problémák nagy része a létszámhiányból adódik, és igenis az ott dolgozó munkavállalók több ember munkáját kell, hogy elvégezik, és mentálisan és fizikálisan nagyon le vannak terhelve, és ezt az állapotot nem lehet. Jó, tehát, hogy a végére pontot tegyünk, tehát ma éjfélig biztosan. Biztos. Hogyha addig nem sikerült dűlőre jutni, akkor holnap 10-től pedig folytatják. Holnap 10-től, és bízom benne, hogy holnap még nagyobb sikere lesz, mint a mai napnak. Köszönöm, hogy a vendégeim voltak. Köszönjük a lehetőséget.